A labdarúgó edzésekre járó diákok már bizonyára találkoztak a Techball-lal. Ez egy futball alapú új sporteszköz és egy új sportág is egyben, mely mind a profi focisták, mind az amatőr sportbarátok számára kiválóan alkalmas a technikai tudásuk, a koncentrációs készségük és az állóképességük fejlesztésére. Hamarosan a Szent Mór iskola központ új tornacsarnokának tetején is lesz egy ilyen. Meglepetés volt számunkra is. Egyrészt nagy öröm volt az, hogy elkészült az intézménynek a várva a Forcsanoga, amely 1300 négyzetméteres, 780 négyzetméteres parketta felülettel rendelkező osztott testnevelés óratartására alkalmas sportcsarnok, mobil lelátóval 200 férőhelyen. Amikor ennek az intézménynek, a sportcsarnokának az átadási ünnepsége volt, aznap kaptuk azt az örömhírt, amely a Máltai mellett szeretett szolgálatnak az adományára vonatkozott. A tegból a labdarúgás legtisztább válfaja, mivel a játékosok között nincs fizikai kontaktus, sőt, az eszköz sem lehet megérinteni játék közben, ebből adódóan a sérülésveszély kockázata nagyon alacsony. A tagbolt ketten, en vagy akár egyedi szabályokat alkalmazva többen is játszhatják. Mindenképpen fogjuk tesőrán is használni, hiszen koordinációs képességeket, labdás képességet nagyon jól lehet vele fejleszteni, egyedül párokban, tehát hogy különböző feladatokat lehet vele végrehajtani. A testnális oktatásban mindenképpen egy, egy, új színfolt lehet. A Máltai Szeretett Szolgálat által felajánlott tekból asztalt december elején kapja meg az iskola.